Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületképészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft. Köszöntöm nézőinket, rendhagyó lesz a mai foci és sportadása. December 31-én a Ferencvárosnál több rendezvényt tartottak, 12-kor Kubatov Gábor várta az érdeklődőket, mint elnök, hogy egy éves munkáról beszámolót tartson. Tanúságos és érdekes volt az egész előadás, ezért mi a Ferencváros televíziójától elkértük a felvételt, és most vágatlanul kínáljuk önöknek megtekintésre. Mindenféle nagyképűség nélkül kimondhatjuk, hogy a Ferencváros elmúlt 10 évének legsikeresebb évét hajtottuk végre. Sikeres volt ez sportszakmailag is, és sikeres volt ez gazdaságilag és infrastruktúrálisan is, vagy infrastruktúra fejlesztésben is. Ami a sportszakmai sikereinket illeti, itt rendkívüli sikereket értünk el a női kézilabdában. A női kézilabdában ugyanis megtörtük a Győr 2006 óta tartó hegemóniáját, és magyar bajnokok tudtunk lenni. Úgy tudtunk magyar bajnokok lenni, persze sokat fogunk ma a pénzről is beszélni, de azt mindannyian tudjuk, hogy a pénz azért kell a sporthoz, hogy a Győrnek a költségvetése körülbelül 3-szor annyi, mint a Ferencváros női kézilabda csapata, még talán több is. Úgy lettünk magyar bajnokok, hogy mi adtuk a gólkirályt. Mert a Penya nevű játékosunk, ő lett a magyar bajnokság gólkirálya. És úgy játszottunk magyar kupadöntőt is, hogy versenyben voltunk a Győrrel, és most úgy játszunk a bajnokok ligájában, hogy veretlenek vagyunk még a mi csapatunk, veretlen a bajnokok ligájában, ami egy parádés teljesítmény. Ott is csak azt szeretném kérni önöktől, hogy egyszer valaki veszi a fáradtságot, hogy kicsit utána néz, hogy a többi csapatnak mennyi a költségvetése, hogy ez micsoda bravúr egyébként. Annál is inkább bravúr, mert ott a nemzetközi viszonylathoz képest mi egy egész más koncepciót viszünk. Az a koncepciónk, hogy magyar játékosokat, ugye úgy kezdi az Elek Gábor, hogy megnézi, hogy a Fradi utánpótlásában van-e valaki, aki a megfelelő posztra alkalmas. Ha nincsen, akkor megnézzük, hogy a magyar piacon van-e arra a posztra alkalmas. Aztán utána elgondolkodunk, hogy egyáltalán kell nekünk arra a posztra játékos, és hogyha mégis úgy döntünk, hogy kell oda játékost hoznunk, akkor a nemzetközi piacról hozunk játékosokat, de csak két külföldi játékossal állunk föl. Ami az európai viszonylatban teljesen furcsa dolog. Ráadásul, ami kiemelendő, úgy, hogy most vezetjük a bajnokságot, úgy, hogy az Elek Gábor talán a Ferencváros történetének egyik legsikeresebb edzője, a Gábor képes volt az idei évben egy szakmai megújulásra, ami sikerek közepette nem lett volna feltétlenül indokolt. De a Gábor fogadott maga mellé egy norvég erőnléti edzőt. A Gábor pszichológussal dolgozik együtt, és építi föl azt a csapatot, ami Európában is egyébként szokott lenni. A mások képtelenek erre a dologra. A szép sikereket érünk el a férfi kézilabdában is, ott egy célunk van, hogyha megsegít minket a Jóisten, akkor jövőre az első osztályban tudjunk szerepelni. Ugyanis a férfi kézilabdával komoly elképzeléseink vannak, az az elképzelésünk, hogy a férfi kézilabdát néhány éven belül olyan magas szintre emeljük, hogy versenyben legyünk a Veszprémmel, vagy versenyben legyünk a Szegeddel. A hatalmas sikereket értünk el a női futballban, ott az MTK hegemóniáját törtük meg, az elmúlt 5 bajnokságot az MTK nyerte. Sokan lenézőleg vagy lekezelően beszélnek a női futballról. De nem véletlenül, mérésekre alapozva nem véletlenül kezdte el a női futballnak a népszerűsítését a Nemzetközi Szövetség,
és szerintem ebben a dologban nekünk bele kellett lépnünk. És nem csak a magyar bajnokságot nyertük meg, hanem a magyar kupát is megnyertük tavaly. És ha valaki egy kicsit behatóbban nézte a nemzetközi szereplésünket, ugye a bajnokok ligája is van, és a bajnokok ligájában szerepeltünk, ha ott egy kicsit jobban hiszünk magunkban, ha egy picit jobban hiszünk magunkban, akkor tovább tudtunk volna menni egy rendkívül fiatal csapattal. Szerintem most erősebb csapatunk van. Most vezetjük 4 ponttal a bajnokságot, tehát hogyha még megsegít minket a Jóisten, és egy jó bajnoki döntőt tudunk játszani, akkor jövőre is tudunk menni bajnokok ligájába, és ott nagyot tudunk előrelépni. Hatalmas sikereket értünk el a labdarúgásban, férfi labdarúgásban. Ott 10 év után nyertünk végre kupát. Hogy megnyertük mind a 3 kupát, a Liga kupát is, amire sokan legyintettek idáig, de mivel ez volt az utolsó, ezért aztán kupát meg tudtuk őrizni, és itt van lent a múzeumunkban, nem adjuk senkinek. Hogy a magyar kupát megnyertük, és hogy a bajnoki ezüstöt is, és a szuperkupát is megnyertük. Ott még a derítő, még a meccs eredmények, amilyen meccseken nyertük ezeket. És főleg az, hogy 10 év után, hogy be tudtunk húzni egy címet. Jó lett volna a tavalyi évben, jó lett volna a nemzetközi szereplésünk is jó sikerült volna, majd erről néhány mondatot szeretnék mondani. Most az a helyzet, hogy ilyen hosszú veretlenségi sorozata a Ferencváros történelmének csak egyetlen csapatnak sikerült. Itt a Balai Attilával beszélgettünk itt egy pár mondatot az előző órában, és azt mondja, hogy tudod, Gábor, azért az a csapat, aki olyan hosszú veretlenségi sorozatot produkált, olyan kár lett volna talán elvenni tőlük. De minden esetre óriási eredmény, amit itt elértünk. A Nyilasi Tibi volt az, aki azt mondta, hogy a Ferencvárosnak olyan csapatnak kell lenni, hogyha vidékről megérkezik egy másik futballcsapat, akkor a Budapest táblánál arról gondoljon, inkább haza kellene menni, mert akkor 3-0, hogyha nem játsszuk le a meccset, akkor 3-0 a szövetség nekünk adja a győzelmet, és akkor jobb lenne inkább hazamenni. Most ilyen csapatunk van, tehát aki ide beteszi a lábát, az inkább abban biztos, hogy jó lenne megúszni egy döntetlennel, de hogy vereséget nem szabadna szenvedni. Atlétikában bravúros időszakot éltünk meg, mert a Galambos Tibi személyében talán a magyar atlétikának az egyik legnagyobb tehetségét látjuk. 10 próbázik, távolugró, 3-asugró, és magyar bajnok mind a kettőben. A bajnokság legeredményesebb sportolója. Különösen lényeges azért, mert mondjuk beszélünk, hogy milyen infrastruktúrában érte ezt el, ennek a fiúnak egy normális ugrogödre nem volt évekig a Ferencvárosban, most csináltunk neki egyet. A tornában gyakorlatilag a Ferencváros torna csapata, férfi torna csapata egyeduralkodó. A mesterfokú bajnokságban 5 aranyat szereztünk, a magyar bajnokságban 2-t. Hogy a női tornában van egy olyan tehetségünk, hogy őt nézi egész Európa, Molnár Csengének hívják, 14 éves. Én azt gondolom, hogy a következő tokiói olimpián neki már ott kell lenni, és ott komoly eredményekre képes, egy zseni a kislány, és nagyon nagy szerénységgel tűri egyébként ezeket a sikereket. Hogy birkózásban a Bácsi Beti olimpiai kvótáért küzd, de hogyha kikerül, akkor azt gondolom, hogy egy világ és Európa bajnokként neki komoly esélyei vannak az olimpián. És persze sportsiker az is, hogy a Sike Bandit, akit itt üdvözölhetünk a körünkben, a Sike Bandit a Magyar Szövetségi Kapitánynak nevezték ki. Azt ne gondolják, hogy egyébként egy sikertelen szereplés után, egy sikertelen munka után valakit szövetségi kapitánynak neveztek volna ki a magyar sportban. Úszásban néhány évvel ezelőtt változtattunk a szakmai stábunkon, és 6 év után nyertünk végre bajnokságot Jó Sára személyében, aki 100 háton magyar bajnok lett. És persze ő örök ezüstérmes, mert a hosszú Katinka, amikor elindul, akkor minden megveri, de hát ő egy világra szóló tehetség, de hogy végre magyar bajnokot tudtunk adni, hogy végre köztünk is van egy magyar bajnok, aki velünk edz, tehát nem megvásároltuk, hanem velünk edző magyar bajnok van. És itt külön köszönetet kell mondanom az Orosz Andrinak és a Benhárt Karcsinak, mindketten
nagyon komolyan veszik a munkájukat, és kialakul egy olyan hangulat, vagy azt látjuk, hogy kialakul egy olyan hangulat, hogy a következő nagy úszógenerációnak egy csomó tagja, 14-15-16 éves gyerekek vannak már nálunk, akik beérhetnek később. Hogy vízilabdában a 5 év után ismét nemzetközi kupában tudtunk menni. Szerintem ez egy parádés dolog, csak szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy néhány esztendővel ezelőtt még könyörögtünk a Jóistenhez, hogy ki ne essünk. És ott egy meccsen múlt, egy győzelmet kellett megszerezni, hogy ne essünk ki az OB1-ből. Ahhoz képest most úgy állunk, hogy persze a Szolnokot, az Egert és az OSC-t nagyon nehéz utolérni, de azért már húzogatjuk a bajszukat. Mondjuk a meccsnek a kétharmadáig még versenyben is vagyunk, hogy egy Egert, aki tavaly megnyerte a Magyar Kupát, el tudunk kapni otthon. Hogy triatlonban a Csomor Erika magyar bajnok lett, hogy ökölvívásban, ami egy újjállakított szakosztály, Szántölcsi bácsiék, Kokóék vezérletével, egyre több gyerek van a mi szakosztályunkban, hogy jégkorongban néha egészen kiváló teljesítményt nyújtunk, de ez hullámzó, de azt szeretném mondani önöknek, hogy addig a jégkorong szakosztálytól eredményeket ne várjanak el, ameddig nekünk saját infrastruktúránk nem lesz. És amikor saját infrastruktúránk lesz, akkor a Fradihoz mindig méltó, bajnok esélyes csapattal fogunk büszkélkedni, én ebbe egészen biztos vagyok. És nézegettem, vagy gondolkodtam azon, hogy mi ennek a sikernek az oka. Ugye 2011-ben, amikor többek között az önök jóvoltából is elnökségi tag, majd aztán az elnökség jóvoltából a Ferencváros elnöke lehettem, akkor ott egy stratégiát állítottunk magunknak. A stratégia úgy nézett ki, hogy rendet kell tenni a Fradiban, rendet és átlátható viszonyokat. Az átlátható viszonyok azok meg fogják teremteni az anyagi biztonságot. A szponzorok olyan helyre nem szívesen adják a pénzüket, ahol rendetlenség van, és amikor megvan az anyagi biztonságunk, az el fogja hozni a pénzügyi sikereket. Az a helyzet, hogy az útnak, a kitűzött útnak a felénél járunk csak. Én nem szeretnék sokat idézni a múltnál, de 2011-ben, amikor én lehetőséget kaptam a klub vezetésére, talán emlékeznek, a Kevin McCabe megvette a labdarúgó szakosztályt, és a klubnak adott 800 millió forint készpénzt. Ez másfél év alatt, abból a 800 millió forint készpénzből, abból azt hiszem 110 millió forint maradt, mert fölélte a klub. És az jól látható volt, hogy még egy fél év kellett volna a teljes csődhöz, és a Ferencváros nem éli túl. És ahhoz képest szeretném, hogyha megnéznék a mostani teljesítményünket, hogy milyen biztonságban vagyunk, milyen infrastruktúrában vagyunk, szerintem ez jól látható. Az átláthatóságért nagyon sokat tettünk. A Ferencvárosban tagdíjat fizető sportolók vannak. Mindenki fizet tagdíjat, mindenki a pénztárba fizeti be a tagdíjat, nem az edzőknél és nem a bombonos dobozokban. Ha az edzők megkapják a fizetésüket, időben kapják meg a fizetésüket, és befizetünk utána, minden kifizetett pénz után befizetjük az összes járulékot. Nincsenek fekete pénzek, meg átláthatatlan viszonyok benne. És így jött el, hogy a mai napon a Ferencváros Népligeti Edzőközpontjában 3000 gyerek sportol aktívan. Sokat segíthettünk az átláthatóságon azzal, hogy a Szalai Miklós vezérletével egy rendkívüli gazdasági csapatunk van, aki a szakosztályvezetőket segíti. Ezek az emberek valójában olyan szakosztályvezetők, akik a sporthoz nagyon értenek, de a gazdasághoz nem feltétlenül. Ezért aztán nekik segítséget nyújtanak havi könyvelésben, segítséget nyújtanak egyébként a normális számlákban, a számlakérésekben, és segítséget nyújtanak abban is, hogy évente egy költségvetést tudjanak csinálni. A 2011-ben az volt a költségvetés, hogy hát körülbelül mi olyan ennyiből megyünk, de itt nincs körülbelül, mert itt havi kifizetendő számlák vannak, és hogyha egy szakosztály elgaloppírozza magát, akkor nem tud kifizetni számlákat. Ezért aztán a Miklósék ezt nyomon követik, és hogyha baj van, akkor ott beavatkoznak. Hogy mekkora hajón ülünk, most nevezzük a Fradi és a Fradit körülvevő gazdasági társaságokat, ez döntően 20 gazdasági társaság és alapítvány, tehát non-profit társaság. A mérleg főösszeg ez több mint 5 milliárd forint. Tehát a Fradi mérleg főösszege több mint holdingnak több mint 5 milliárd forint. Ebben benne van a labdarúgás, kézilabda és az összes többi szakosztály. A
A Fradi alkalmazottainak száma az több mint 500 fő, vagy körülbelül 500 fő, ebben nincsen benne a stadion üzemeltetés, és nincsen benne a Népligetnek az üzemeltetése. Egy nagyon nagy cég vagyunk. Most egy ilyen nagyon nagy céget, azt nem lehet másként vezetni, csak professzionális szinten. Az idei év szeptemberében már elkezdtük a Fradinak a teljes működési átvilágítását, aminek januárban érünk a végére, és ott is megpróbáljuk az optimális helyzeteket kihozni. A nagyon beszédes dolog, hogy a szakszövetségtől, a Magyar Olimpiai Bizottságtól, az adóhatóságtól és a támogatóktól állandó igények vannak arra, hogy a pénzekkel elszámoljunk. És ezek az elszámolások, ezek tökéletesen mennek évek óta. Megint, hogy honnan jövünk, érdemes felidézni, hogy az utolsó 250 millió forintos büntetést, azt most kezdtük el törleszteni az adóhatóság felé, 2011-ben vettük át a klubot. Az utolsó 250 millió forintos büntetést mindent elkövettünk, minden jogászi segítséget igénybe vettünk. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, úgy tudtuk lealkudni 250 millió forintra a büntetésünket. Ezt most kezdtük el törleszteni, és több mint egy évig fogjuk törleszteni ezeket a díjakat. A mostani ellenőrzések, beleértve az adóhatóságot, vagy a szakhatóságokat is, azok megjegyzés nélkül mennek át, tehát a példás gazdasági hátterünk van. A gazdasági hátterünkhöz hozzátartozik szerintem az infrastruktúra. Azért tartozik hozzá az infrastruktúra, mert talán most már beigazolódik az, hogy minőségi munkát csak akkor lehet követelni, meg akkor lehet végeztetni az itt levő edzőkkel, hogyha méltó környezetet teremtünk számukra. És európai színvonalat csak európai környezetben lehet elérni. Senki ne gondolja majd azt, hogy rossz pályákon, rossz öltözőkben, rossz felkészülésben európai színvonalat lehet elérni. Egy gyerek, amikor elmegy egy komolyabb stadionba, egy komolyabb edzőközpontba, és ott le kell játszani egy meccset, elvesztette már, amikor belépett a lépcsőn, mert azt érzi, hogy a sokkal kevesebb, mint az itt készülő, máshol készülő sportolók. Most néhány év alatt sokat értünk el, itt is érdemes felidézni a múltunkat. Nem tudom, emlékeznek-e, hogy hogy hívták a mi pályánkat, ahol itt edzett a régi Üllői-úti stadionnál, vagy Albert stadionnál edzett a csapatunk. Úgy hívták azt a pályát, hogy kopogós. Most, ha ilyen infrastruktúrán, egy kopogós pályára vajon egy Roland Lamát el tudtunk volna hozni? Szerintem nem. Vajon egy Tomás Dolt el tudtunk volna idehozni edzőnek? Szerintem nem. A birkozásban, bár volt egy birkozó csarnokunk, de néhány éven keresztül a birkozó szakosztályunknak ki kellett bírni, egy tornateremben edzettek. Egy általános iskola tornatermében. Most azért sokat léptünk előre, hogy a foci utánpótlásban megesett az a borzalmas helyzet, hogy a mi ikerpályáink egyikén nem lehetett már edzést tartani, mert olyan minőségi volt a pálya, hogy egy gyerek eltörte ott a lábát. És pályákat bérelt a labdarúgó szakosztályunk, mert a mi saját pályánk az nem volt jó minőségű pálya. Hogy atlétikában, amit említettem is, hogy csak egy ilyen riszrosz távolugró gödrünk volt, és így tudtunk magyar bajnokot adni. Hogy amikor a Népligetet átnéztük elsőre, akkor kitört öltözőablakokkal, a kitört öltözőablakokkal persze működő radiátorok voltak, tehát az utcát fűtöttünk, és azokban az öltözőkben, ahol meg öltöztek a gyerekek, ott meg nem működtek a radiátorok, tehát ott meg hideg öltözőkben és koszos öltözőkben edzettünk. Én arra kérek mindenkit, hogyha veszi a fáradtságot, menjen végig az öltözőkön, nézze meg. Ott minden öltözőben tisztaság van, rend van, mindenhol van akasztó a szekrényekben, és mindenhol van WC-papír, és mindenhol van kézmosó, mindenhol. És mérhetetlen pazarlás zajlott a telephelyünkön. Én most is őrzöm azt a 360 forintos számlát, amivel egy tömítést cseréltünk ki. Ez egy olyan tömítés volt, ahol másfél éven keresztül ott ömlött a gőz. Ömlött a gőz a mi kazánházunkba, természetesen az ott tönkretett mindent ez a gőz, elrohadt minden körülötte, tönkretette magát az épületet, büdös volt, mint a öreg ördög, és 360 forint volt, és egy félnapos munka volt kicserélni. Csak ezt senki nem vette a fáradtságot arra, hogy ezt megcsinálja. Nekem külön szégyen, mert a magyar állam tartotta fönt ezt, és a magyar állam országgyűlési képviselője vagyok.
és a Magyar Állam tartotta fönt ezt a telepet. A vezetőiről sok rosszat tudnék mondani, de inkább ezt most nem teszem. És azt is meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy az edzők méltatlan körülmények között készültek, nem volt normális irodájuk, nem volt kompjúterük, nem volt semmilyen dolog, ami segítette volna a munkájukat. Most azt bátran állíthatom, hogy minden edzőnek az infrastruktúrális, ilyenfajta infrastruktúrális háttere az megteremtődött. És a szülők is méltatlan körülmények között voltak, mert én amikor kérdeztem, van egy válogatott fiatal labdarúgunk, és az édesapját kérdeztem, hogy hát te Péter, régi barátom már, hogy te Péter, mit csináltok itt, miközben a gyereked? Azt mondta, hát mi itt szenvedünk. Mert a kisebb gyerekkel nem lehetett mit csinálni, mert nem voltak játszóterek, mert nem volt egy étterem, ahová le lehetett ülni. Most két étterem van, meg számtalan étel- és italautomata van a területünkön, hogy nem volt wifi, hogy nem volt park, hogy nem voltak a pályák mellett padok, tehát hogy a szülők szenvedtek. Most egy szülő, amikor hozzánk edzésre hozza a gyerekét, akkor mondjuk egy órát hozza oda a gyereket, meg egy órát viszi vissza. Az edzés két órát tart. Egy héten három edzés van, az 12 óra. Meg mondjuk hétvégén el kell menni egy meccsre, arra is rá kell szánni hetente még 4 órát. Ez azt jelenti, hogy hetente 16 órát tölt el nálunk vagy velünk. Nem mindegy, hogy az a szülő hogy érzi magát. Mert ha rosszul érzi magát, akkor nem veszi majd a fáradtságot, hogy a város 1000 pontjáról ide elautózzon a gyerekével, és így kivírja azt a 4 órát, ameddig a gyerek eljöjjön, ameddig a gyerek edzés, hazavide a gyerekét. És infrastruktúrális téren az egyik legfontosabb dolog, hogy visszaigazolódott az, hogy igényes munkát sokat dolgozva érdemes végezni, mert a stadionunk elnyerte, itt látják is kint, a világ legjobb stadionja díját. Ezt mi szerénykedve mondjuk mindig, de ez egy nagyon komoly díj, és nagyon komoly nemzetközi mezőnyben tudtuk ezt megvenni, vagy megnyerni. Hogy fölépítettünk tavaly egy női labdarúgó központot, amit a régi törekvéspályán építettünk fel, ez a Bihari út és a Szálás utca. Ez a Szálás utca sarkán van, ez egy 460 millió forintos beruházás volt. Az nem véletlen a csapatnak a jó szereplése. Ott mi öltözőket építettünk, ott mi ezeknek a lányoknak szállást építettünk, a csapatban tudunk hozni vidéki tehetséges lányokat, egy-két külföldit, akik tudnak hol lakni, akiknek van konditermük, akiknek most van egy stadion minőségű, tehát ilyen minőségű, mint ami itt látható, egy ilyen minőségű és méretű futballpályájuk. Csak azt szeretném mondani önöknek, hogy ez idáig nem volt divat, de a Ferencvárosnak manapság minden nagy pályája a stadion méret. Minden nagy pálya. Egységes pályákon edzünk. Mert azt szeretnénk, hogyha az utánpótlás gyerekeink, a női labdarúgóink, ha itt kell játszani, akkor ugyanaz a pályaméreten tudjanak gyakorolni, vagy tudjanak edzeni. És oda építettünk nekik egy nagy műfüves pályát, két kis műfüves pályát, de mi az egész egy 800-as stadion, tehát ott 800 ember tud leülni, ott tudunk akár a felnőtt csapatunkkal is tudunk játszani edzőmeccseket, ott eredményjelző van, de ami az egészet a legjobban szemlélteti, hogy mi ott megmentettünk egy kútházat. Le akarták bontani. Ez a kútház egy század elejé kútház volt, aki ismeri annak a környéknek a történetét, ott ilyen sörgyárak voltak, és a sörgyárakhoz szükség volt jó minőségű vízre. Ez egy 144 méter mély, vagy 140 méter mély kút, ami persze el volt hanyagolva. És akkor mi a Báhidi Andrissal, meg a Paján Viktorral nekiálltunk ott szimatolni, hogy ezt az épületet hát, ha meg lehetne menteni, és a pályázati pénzben nem fért bele, ezért a saját pénzünkből megmentettük ezt a kútházat, és megmentettük a kutat. Nem kell vizet vásárolnunk sehonnan. Egy év alatt hozta be a kút az árát. Egy év alatt hozta be az árát. Ez a hozzáállás mindenben, hogy próbálunk úgy megcsinálni valamit, hogy egyébként az egy normális üzemeltetéshez nekünk segítséget tudjon nyújtani. És a labdarúgást is nagyon sokat fejlesztettük a Népligetben, mert felújítottuk a nagy műfüves pályánkat, tavaly februárban játszottuk az első meccsünket, hogy három kis műfüves pályát újítottunk fel úgy, hogy mivel pénzünk nem volt hozzá, ezért a nagy műfűről lejövő használt műfűvet rátettük a gyerekeknek az edzőpályáira, a kis műfüves pályákra. Ezeket a kis műfüves pályákat most lefedjük egyébként két fűtött sátorral. Ideig úgy ment az edzés az utánpótlásban, hogy ezeket a 10-12 éves gyerekeket el kellett vinni a Soroksári útra, ott edzettek, és akkor a szülőknek oda kellett menni mindig, most a saját pályánkon, a saját edzőközpontunkban tudunk velük edzeni. Minden pályánk világított pálya lett a tavalyi évben, tehát minden pálya megkapta a pályavilágítást egy kivétellel, ahol magas feszültség megy el fölötte, ott nem lehet pályavilágítást tenni.
hogy a center pályánkat, azt Sárosi pályát, azt rendbetettük. Rendbetettük rajta a füvet, hogy hangosítást tettünk fel, és eredményjelzőt, ott le lehet játszani egy NB3-as meccset méltó körülmények között, hogy építettünk tavaly egy futódombot, ami sportszakmailag nagyon sok mindenben, és nem csak a labdarúgásban segít, hanem az összes többi szakosztálynak, nem csak az erőnlétet segíti, hanem a gyors mozgás koordinációt is megtanítja, hogy lépcsőt tettünk az oldalára, ez különösen kedvelik a sportolók, amikor lépcsőzni kell, meg egy dobófalat tettünk, ami nem csak a labdarúgásnak, vagy dobó és lövőfalat, ami nem csak a labdarúgásnak, hanem a vízilabdának és a kézilabdának is lehetőségeket nyújt. Építettünk egy új konditermet, konténerből építettük, két jelentős dolog van benne, egyrészt a világ legjobb gépjeivel, Kaiser márkájú gépekkel, ezzel a német labdarúgó válogatott a világbajnokságon ezzel készült. És onnan is jött az ötlet, hogy nekünk kell építeni egy ilyet. Ez volt az első ötlet, hogy jó minőségű gépeket tegyünk fel, a második ötlet az volt, hogy nagy ablakokat tegyünk rá. Ugyanis ebbe a konditerembe csak az elit sportolók járhatnak. A labdarúgó első keret tagjai, a női kézilabda csapat, és aki világ és Európa versenyre készülő, más sportágokban került sportoló. Azért volt lényeges, hogy nagy ablak legyen rajta, hogy amikor elmegy mellette egy gyerek, akkor vágyjon oda. Azt akarja, hogy ő ebbe a szuper konditeremben, ez egy klimatizált, gyönyörű helység, virágokkal és mindennel, tehát tényleg európai a hely, hogy egy gyerek, aki egyébként az utánpótlásban edz, aki ott van már a szélén, hogy hát ha ez átbillenti, hogy ő abba a konditerembe akarjon bejutni, hogy neki megadasson az, hogy ő az elit csapatnak lehet a tagja. Ide a konditerem mellé építettünk egy sátrat. Óriási gond volt évek óta, hogy a rehabilitációt és a koordináció, mozgáskoordinációt azt nem tudjuk fejleszteni, mert nem volt rá megfelelő területünk, és ez a sátor, ez egy fűtött sátor lett ott a mi konditermünk mellett, és építettünk egy, mi úgy hívjuk, hogy mentál labor, Nagy Sándornak hívják a sportpszichológusunkat, aki nem csak a labdarúgókkal, hanem az egyéb többi sportolóval is foglalkozik. Három dolgot tudunk fejleszteni rajta, tudunk monotonitás tűrő képességet fejleszteni minden sportolónál, tudunk koncentrációs gyakorlatokat végezni a sportolóknál, reflexió időt tudunk mérni, és döntéshozatali gyorsaságot tudunk gyorsítani a sportolóknál. Ezek külön eszközökkel, ez egy sok tízmilliós beruházás volt, hogy külön eszközökkel lehet csinálni, szerintem ebben európai színvonalon vagyunk. Még a szakvezetőknek a hite kell hozzá, hogy ezeket a dolgokat merjék használni, és az onnan kinyert adatokat, azokat merjék használni majd a csapat összeállításokban, vagy a meccsekre való felkészülésekben. A jó hír az, hogy tavasszal tovább folytatódnak a fejlesztések, és minden labdarúgó pályánk lelátót kap, hogy elkerüljük azokat a méltatlan helyzeteket, hogy a szülők mindenféle utánpótlás meccseken padokat, meg székeket húzogatnak ott a pálya szélére. Minden pálya szélén 100-200 fős lelátók lesznek, ahol a szülők le tudnak ülni kényelmesen. A két kis műfőves pályánk az most be lett fedve sátorral, ott fűtést kapott, olyan fűtést kapott ráadásul, ami a tetőponyvát fűti, tehát hogyha nagy hó esik, akkor nem fog beszakadni a tető, meg nem csöpög róla a víz, a tetőből fújjuk le a meleget gyönyörű világítása belül, és úgy terveztük meg a sátrat, hogy nyárra csak az oldalát fogjuk levenni, és a kispályák fölött folyamatosan tető van, ezért aztán a gyerekeknek mondjuk napsütésben nem kell edzeni, nem tudnak, bár meleg lesz, de napsütés nélkül tudnak edzeni. Az ikerpályánkat tavasszal elkezdjük, már az előkészületek zajlanak, az ikerpályánkat elkezdjük majd felújítani. Ott az egyik ikerpályán kap egy, talán Magyarország egyik legjobb műfűves pályáját meg tudjuk építeni, és a másikra is stadion minőségű edzőpályát kapnak a gyerekek locsolórendszerrel és mindennel együtt. Alácsövezve, tehát úgy, hogy ott esőben is lehet majd normális meccseket játszani. És minden pályán kicseréljük az öntözőrendszert, úgyhogy rendbe teszünk kutakat. A tavalyi évben elköltött két kutat újítottunk fel, és mind a két kút egyébként a felújítás költségét két hónap alatt behozta. Azért azt érdemes tudni önöknek, hogy egy futballpálya locsolására 60 köbméter víz kell. Ezért aztán, ha azt a csapból csináljuk, az nagyon-nagyon drága pénz, és itt rendbe tettünk, itt a Kari Attila szakértelmével, meg a Viktorék odaadó munkájával rendbe tudtunk tenni két-három kutat is, és ezek a kutak most annyi vizet adnak, hogy tudjuk locsolni a pályáinkat, de kell fúrnunk még egy kutat, annak is megvan már a helye, és körülbelül tudjuk, hogy mit szeretnénk ezzel csinálni. Régi adósságunkat törlesztettük akkor, amikor
kiváló eredmények mellett méltatlan körülmények között tornáztak a tornászok. Ott olyan helyzet állt elő, hogy az ember belépett egy ilyen szülői váróba, és egy kidobott hűtőszekrény mellett a sötétben egy anyuka kuporgott a mobiltelefonjával. Most mi csináltunk egy szülői várót, mert ezek a szülők azért mégiscsak elhozzák és megvárják a gyerekeiket. Hogy rendbe tettük a tornacsarnokunknak a világítását, hogy rendbe tettük a tornacsarnokunknak a fűtését, és ez a fűtés ez nagyon sok megtakarított pénzt jelent, hogy bekameráztuk a tornacsarnokunkat, hogy a szülőknek ne kelljen feltétlenül ott állni az ajtónál, hanem a kint levő televíziókon tudják nézni, hogy hogy zajlik az edzés, hogy csináltunk szakmai szobát, és úgy újítottuk föl ezt a csarnokot, hogy az odajáró, babakocsival odajáró szülők, azok be tudják vinni könnyedén a babakocsijukat, és aki kerekesszékkel jön oda, az is el tudja jönni ott a kerekesszékével. Az uszodában is tettünk lépéseket. A mi uszodánk az arról volt híres, hogy ott nem lehetett tévéközvetítést. Az volt a hiedelem, hogy tévéközvetítést nem lehet onnan csinálni. És addig nézegettük meg, addig kerestük a helyét, ameddig a uszodánkat úgy átalakítottuk, hogy a mi uszodánkból tévéközvetítés van már, és hogy nemzetközi meccset tudtunk játszani. Hatalmas pénzt spóroltunk meg azzal, hogy nem kellett kibérelni például a Komjádit, és nem kellett ott játszani a meccseinket. A kézilabdában is próbáltuk meghálálni a csajoknak a jó szereplését, és építettünk európai szemmel is egy kiváló öltözőt, ez egy klimatizált, gyönyörű öltöző, ahol jól elfélnek a mi sportolóink, hogy az idén megcsináljuk a csarnokban a fűtéskorszerűsítést, ami megint csak nagyon sok pénz megspórolásával fog együtt járni, és a többi öltözőt is megpróbáljuk majd rendbe tenni. Hogy az atlétikában távolugró gödröt csináltunk egy trükkel, ott a labdarúgó pálya mögött, de csináltunk egy jó távolugró gödröt egy jó rekordtánnal. Hogy a futó folyosónkat rendbe tettük, méltatlan volt, 8 éve nem voltak kicserélve a villanykörték meg a világító csövek a futó folyosón, ezeket mi mind rendbe tettük. Hogy a boxban és a birkózásban az építőpályán külön termeket csináltunk, és azt gondolom, hogy ott is méltó körülmények között vannak. És csináltunk néhány olyan dolgot, ami nem feltétlenül a sporthoz, de a klubhoz tartozik. Például felújítottuk a főportánkat, és ez is magyarázatra szorul, hogy miért költünk erre pénzt. De az a helyzet, hogy azt szokták mondani, hogy első benyomást nem lehet másodikra tenni. És a mi főportánk, ahol bejönnek az ellenfeleink, meg ahol bejönnek a mi sportolóink, az első benyomás minden nap. Az egy klimatizált, normális, szép kinézetű porta lett, ami mellé fölépítettünk hasonló méretben, hasonló magasságban, bár konténerekben, ez nem nagyon látszik rajta. Fölépítettünk egy regisztrációs pontot, fölépítettünk egy Fradi boltot, Fradi shopot, de ezt azért csináltuk, hogy nem csak azért, hogy pénzt keressünk rajta, hanem azért, hogy a szülőket abban segítsük, hogyha egy büdös gyerek otthon hagyja az úszószemüvegét, vagy a zokniát, vagy a gatyáját, vagy bármiét, akkor azt ott meg tudja vásárolni. És akkor be lehet menni, és azt mondani, hogy az én fiam borzasztó gyerek otthon hagyta, adjon egy úszószemüveget, és akkor ezzel tudjuk segíteni a szülőknek a munkáját. A szakosztályvezetőket elmondták, hogy körülbelül milyen termékekre van ott szükség. És renováljuk a parkunkat, ugye mi egy ősparkban vagyunk. Csak azért mondom el önöknek, mert hogy itt lenyírunk néhány fát, meg rendbe tesszük, ugye itt nem akarok ilyen kertész szakértőnek tűnni, mert olyan vagyok, mint a Michelin, hogy mindenhez értek, vagy nem tudom, megvan-e a vicc, amikor a Székely bácsiról kiderül, hogy mindenhez ért, és a televízió kimegy, és mondja, hogy hát Áron bátyám, azt hallottuk, hogy maga mindenhez ért. Mindenhez is. Tehát, hogy én nem akarok a mindenhez is értő ember lenni, de az a helyzet, hogy a mi fáinkat azt évek óta nem gondozták, és a viharnál kiderült, hogy nagyon sebezhetőek vagyunk, hogy ott pályákra, meg mindenhová rá, meg gyerekekre rá tudnak dőlni a fák. Nagyon nagyra hagyták a lombokat, most ezeket, mert kicsi a gyökér hozzá, nekünk most ezt ki kell javítanunk ezt a hibát, és ez egy 10 milliós tétel, tehát mire ott lenyírjuk a fákat, az 10 millió forintot fogunk elkölteni csak arra, hogy a fáinkat rendbe tudjuk tartani. És a gazdasági háttérhez, vagy a hátterünkhöz hozzátartozik az is, hogy ebben az évben rengeteg képzést csináltunk minden kollégánknak. Ákos kollégánk a labdarúgó csapattól, meg a Tóth Edit a Norwich City-nél volt kint, vagy mennek ki jövő év elején, hogy átnézik a saját szakterületekhez, tehát játékos menedzser szakterülete, játékelemző szakterületét, hogy az angol első osztályban mit csinálnak, ezekre a képzésekre mi mindig nyitottak vagyunk.
hogy az edzőink mindannyian részt vettek, mindannyian kivétel nélkül egészségügyi képzésen. Többek között azért, mert a telepen felszereltünk 7 vagy 8 defibrillátort, és ezeknek a használatát szerettük volna velük megtanítani. És a sportolóink is részt vettek két képzésen. Az egyik az egy fair play képzés volt. Ott Kamuti Jenő bátyánk minden évben elhozza, most abban egyeztünk meg, minden évben elhozza a magyar fair play díjazottakat. Mert azt szeretném, hogy a Ferencvárosban sportoló gyerekek azt tudnák, hogy hol van a teljesítő képesség felső határa. Viccesen szoktuk menni, hogy ki kell menni, aztán meg kell ölni az ellenfelet. De hát ezt csak képletesen szoktuk mondani. És itt fontos, hogy tudják a gyerekek, hogy mit szabad és mit nem. Hogy hol van a legfelsőbb határ, ameddig el lehet menni. Ezekre jó példákat tudunk mutatni. Jó példákat tudunk mutatni nekik. És 14 éves kor fölött, mivel furcsa világ van, ezért a gyerekeinknek drogprevenciós képzéseken kell részt venni, kötelező jelleggel. Ez még nem végeztünk vele, tehát még minden gyerek nem vett részt. Azért, mert szerintem a Fradinak morális képzéseket is kell tartani. Aki a Népligeti edzőközpontba jár, ott azt hallja, hogy a gyerekek köszönnek egymásnak, meg nekünk is. A múltkor a piarista rendnek a gazdasági főnöke volt nálam, aki azt mondta, hogy a piaristák elég szigorú világot visznek, aki azt mondta, hogy náluk nem köszönnek így a gyerekek, mint nálunk. És hogyha csak ennyit tettünk ezekért a gyerekekért, hogy megtanítottuk őket köszönni, és engem nem érdekel, hogy a kerítésen túl, az edzőközponton kívül milyen világ van, nem érdekel, de ott bent, az, hogy egymásnak köszönünk, mi fradisták, hogy szülők, hogy edzők, hogy gyerekek köszönnek egymásnak, szerintem ez az alapkérdés. Hogy a mi telepünkön nincsen fülhallgató, tehát ezeket a spagettiket ki kellett venni a fülből, mert ezek a spagettik ezek arra jók, hogy ne tudjál a másikkal beszélgetni. És szerintem az nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy a világ rossz irányba fordult, és az embereket elvágja egymástól. Ezért aztán nálunk a portások azok szólnak mindig, hogy ki kell venni a fülhallgatót kisfiam a füledből. És arra is tanítjuk a gyerekeket, hogy a környezetükre vigyázni kell, meg óvni kell a környezetüket. Nálunk például nincsenek összefirkált WC ajtók, ami egyébként egy bevásárlóközpont, vagy bárhol a világon vannak, nincsenek ilyen ajtók, mert a gyerekeknek elmondtuk, hogy az a környezet, amit mi megépítettünk, meg amit fönntartunk, arra vigyázni kell. Ezért van nálunk például szelektív hulladékgyűjtés, és persze a Fradi egy zöld csapat, de és talán a világban ez csak egy látszatnak tűnt, de mi nagyon komolyan veszük azt is, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben részt vegyenek a gyerekek. Ráadásul csináltunk földnapját, ahol 350 szülő és gyerek kint volt, ahol szemetet szedtünk. Ha egy gyerek eljön velünk szemetet szedni, az sokkal nehezebben fogja eldobni a saját környezetében a szemetet már, amikor majd tudja, hogy egy év múlva össze kellene szedni. És ami nagyon nagy előrelépés, azt hittem, hogy nagy botrány lesz belőle, és mi a Kocsis Mátéval már egyszer pár színekben megjártuk, nálunk drogszűrés van a Ferencvárosban. És én azt gondoltam, hogy ebből óriási botrány lesz, és nagyon nagy galiba. És hogy lesz majd, én találkoztam, szülői értekezletet tartoztam, és találkoztam körülbelül a Fradiban olyan 800 szülővel, akiknek elmondtam, hogy a Fradiban 14 és 18 év között drogszűrés van. Azért van drogszűrés, mert ilyen világ van kint. Azt érdemes önöknek tudni, hogy 18 éves koráig szinte kivétel nélkül minden fiatal kipróbálja a drogot. És én ebben, hogy a kerítésen kívül ilyen világ van, én ebben nem vagyok hajlandó beletörődni. És azt gondolom, hogy a fradistáknak ebben is példát kell mutatni. Komplett csapat volt a Ferencvárosban, aki lebukott drogozással. És az egy nagyon, nagyon jó visszaigazolás volt, amikor a szülőkkel ott ültünk, és akkor azt kérdezte tőlük a vezetőedző, hogy a gyerekek hol fognak majd ezek után sportolni. Mert hogy itt drogosokkal nem foglalkozunk, és a szülők azt kérték, hogy mentsük meg a gyerekeket. És a gyerekek azt mondták, hogy ők szeretnék jóvá tenni a hibájukat, és soha többet nem fog előfordulni. Ezért aztán nekünk fontos az, hogy ezek a szűrések menjenek, amikor egy-egy csapatnál találunk olyan gyereket, aki droggal élt, akkor ott levizsgáljuk az egész csapatot, mert szeretném, hogy a Fradi ellen tudná állni. Ezek a gyerekek, akik sportolnak nálunk, akarattal teri gyerekek. Akarattal elkezdik majd szívni a drogot, vagy nem tudom, mit kell ezzel csinálni. Aztán majd abból kicsit több kell. Aztán amikor majd kicsit több kell, akkor elkezdi árulni bent a Fradiban, és el fogunk süllyedni az egészben. Úgyhogy nem volt egyetlen szülő, aki azt mondta volna, hogy ő köszöni, akkor nem sportoltatja itt a gyerekét. Mind megköszönték, hogy a Fradi ezt a munkát elvégzi. És az első éve a Ferencvárosnak az, hogy megpróbáljuk a
megpróbáljuk a csúnya beszédet kivezetni a Fradiból. És megkértük az edzőket, hogy próbálják a csúnya beszédet visszafogni. Az idei év egy próbaév lesz, a következő évben komolyan fogjuk venni, aki nem tudja ezt betartani, attól meg fogunk válni. És a gyerekektől is elvárjuk azt, hogy a pályán ne beszéljenek csúnyán, és talán az még elmegy, hogy azt mondja, hogy az ördögbe, meg a fenébe, de a káromkodások azok nem mennek el. És nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy a világ egyébként olyan, hogy a csúnya beszéd az már természetessé válik, hogy a színházakban és a filmekben ordinári trágáságokat mondanak. Ezért aztán az edzőket meg fogjuk kérni, és hogyha egy gyerek mondjuk rondán beszél, akkor annak kell csinálni 10 fekvőt, vagy kell úszni, nem tudom, 2 host, vagy valamit ki kell találni arra, hogy rájöjjenek, hogy egyébként ez nem egy példaértékű dolog. Most a hátterünkhöz hozzátartozik az is, hogy a mi kereskedelmi osztályunk, ami 2012-ig nem volt a miénk, csak szeretnék szólni önöknek, 2012-ig a Várszegi Gábor kezében voltak ezek a jogok, az ismét egy parádés évet zárt, mert a tavalyi évhez képest 640 millió forint forgalmat csináltunk Fradi termékekből, tehát ez Fradi pólók, cipők, melegítők, zászlók, 800 féle termékünk van, ez 800 fajta termék, ebben nincsenek benne a méretek, hogy van belőle S-es, M-es, L-es vagy XL-es, tehát 800 féle különböző termékünk van, ebből az idei évben csináltunk 800 millió forint forgalmat. Benne van ebben a sör, benne van ebben a whiskynk, benne van az összes chipsünk és mindenünk. Most itt a haszon is fontos dolog, nincs rajta túl nagy haszon, csak arra gondoljanak, hogy micsoda elkötelezettség az, hogyha valaki Fradis termékért ad 800 millió forintot ebben az országban. Hogy hány háztartásba jutottunk be, hány helyre vittünk be ezzel a fradizmust. Hogy hány gyereknek adtunk, mondjuk, vagy hány szülő vett a gyerekeinek, mondjuk Fradis füzetcsomagot. Akit a suliban majd megtámadnak, hogy a Fradi az ilyen-olyan csapat. És a gyerek büszkén megvédi. Az a gyerek világ életében fradista marad utána már. Volt olyan meccsünk ebben a stadionban, hogy egy meccs alatt több mint 600 Nike mezt adtunk el. Én csak azt szeretném mondani önöknek, hogy Magyarországon nincs még egy olyan csapat, aki 600 mezt ad el, nem egy nap alatt, egy év alatt. Ezek drága mezek, tehát látják, hogy a Nike termékek nem olcsók. Kifejezetten, de 600 mezt adtunk el aznap. És nagyon sokat segített rajtunk, hogy az idei évtől használjuk a Fradi minibuszt. Ez a minibusz, ez vidéki városokba eljár. Majdnem 40 városban voltunk. Ezekben a városokban ennél a busznál lehet regisztrálni is, tehát a stadion kártyát is ki lehet váltani, és lehet Fradi termékeket vásárolni. Ez a Fradi minibusz a Szigeten is volt, ez a fiataloknak talán sokat elmond, és fontos dolog, hogy ott a fiatalokkal találkozzon, és eljutottunk vele Székelyföldre, ami megint csak azt gondolom, hogy a nemzet csapatánál egy lényeges dolog. És ugyanez a kereskedelmi csapat beindította a Fradi Blues hálózatot, azt érdemes önöknek tudni, hogy amikor azt kérdezik mérésekben a szurkolóktól, hogy miért nem jön meccsre, akkor az utazás, hogy nem tudja megszervezni az utazást, az egyik első helyen levő dolog. És a mi szurkolóink, a Fradi szurkolók, mivel nem egy ferencvárosi csapat vagyunk, hanem egy országos brand, vagy országos csapat vagyunk, a mi szurkolóink átlagosan 101 kilométerre laknak a Fradi stadiontól, 101 kilométerre. Ezért aztán nekünk ezt a szurkolói buszhálózat megszervezése, ez egy lényeges dolog volt. Nagyon sokat fejlődtünk, és ez hozzátartozik a hátterünkhöz, a biztonsági szolgálatunkkal. Folyamatosan szelídítjük őket. Ugye ebbe a stadionban kevesebb biztonsági ember kell, az oldallelátókon már diákok dolgoznak, meg lányok engedik be a szurkolókat, és ott csak néhány olyan ember van, ahol ha erőre van szükség, akkor azt tudja alkalmazni, vagy tudja használni. Itt külön köszönet a Fradi Security vezetőinek, akik állandóan monitoringozzák, nagyon sokat mérjük a szurkolóknál. Ugye nekünk van egy internetes mérésünk, a szurkolóknak kiküldünk kérdéseket, és ők válaszolnak rá. 5-6-8 ezer ember szokott válaszolni, egészen megdöbbentően sok szám. Abból azért levonható tanúság mindig, és a biztonsági szolgálattal kapcsolatban sok tanúság levonható volt, és ezeket mind-mind a biztonsági szolgálatunk az után követte. A Fradinak fontos dolga volt az idei évben, hogy a társadalmi felelősségvállalásban részt vegyen. Nem volt ma Magyarországon olyan megsebzett csoport, akinek a Ferencváros ne segített volna. A kerekesszékesektől, az utcán élő emberekig mindenkinek segítettünk. A Gyurival összeszámoltuk, 100-as nagyságrend, amikor mezeket, labdákat,
dedikált pólókat adtunk valakinek, hogy árverezze el, és az ebből befolyó összeg az legyen az övé, hogy sportolókat küldtünk olyan eseményekre egyébként, ahol pénzt próbáltak gyűjteni ilyen célokra. A hátterünkhöz hozzátartozik az Albert Alapítvány munkája is. Külön köszönet Magdinak, Flórinak, Ancsalénének. Az Albert Alapítvány az, aki 140 gyereknek kipótolja most a sportoláshoz szükséges, vagy előteremti a sportoláshoz szükséges feltételeket. Ez általában a tagdíj. Ugye mindenkinek kell a Fradiban egyformán tagdíjat fizetni, szakosztályok nem engedhetnek el tagdíjat. Ha úgy érzik, hogy egy gyerek szegény, akkor azt az Albert Alapítvány elbírálja, és az elbírálás után pedig kifizeti. Az Albert Alapítvány csinálta az Albert emlékkiállításokat. Ezeket a kiállításokat nem csak az ország számos pontján, hanem Erdélybe is, vagy 5 helyre elvittük, és ez egy nagy büszkeség volt szintén az idei évben. És nagy büszkeség az is, hogy egyre jobban lehet látni, hogy az iskolalátogatások jól mennek. A iskolalátogatásokban odáig jutottunk, hogy heti 2 iskolát látogatunk végig fradi sportolókkal, ahová próbáljuk bevinni a fradizmust, és próbálunk gyerekeket elhívni magunk közé, hogy hát ha beleszeretnek ebbe. És a hátterünkhöz hozzátartozik, hogy az idei évben is és a jövő évben is részt fogunk venni a kirekesztés ellenes küzdelemben, mert nekem meggyőződésem, hogyha egy Szomáliát Magyarországon ugyanúgy lehet szeretni, mint egy Böde Danit, akkor ha a pályán ez nem probléma, az életben sem lehet máshol probléma. Ezért aztán mi borzasztó nagy energiákat fogunk mozgosítani ez ügyben. Most az ok, hogy miért csináljuk ezt, és hogy miért kell, és miért mondtam ezt végig önöknek, hogy a fejlesztések, hogy a gazdasági hátterünk és az infrastruktúrális fejlesztések, hogy miért kell ezt ilyen komplexen csinálni, azért, mert le vagyunk maradva Európától. Az Orosz Palinak van egy, ő fogalmazta meg közülünk elsőként, van egy nagyon jó felvetése, és azt a Pali engedelmével én magamévá is tettem, és itt szeretném elmondani önöknek. Az a helyzet, hogy az 50-es években zseniális labdarúgó válogatottunk volt, és 67-ben Flóri bácsi megnyerte az aranylabdát, és a 70-es években is, még a 80-as években is egy jegyzett labdarúgó válogatottunk volt. De az a helyzet, hogy a kommunizmus éveiben persze volt motiváló erő, hogy lehetett utazni, hogy egy kicsit talán jobban élhetett az ember. De Nyugat-Európában 1970 környékén, talán erre tehető, rájöttek, hogy a futball egy jó üzlet. Nem csak egy sport, hanem egy jó üzlet is. És elkezdtek így tekinteni a labdarúgásra. A labdarúgásban Németország szerte 100 000-ek járnak ki minden hétvégén mérkőzésre. És a focit kiemelték a többi sportból. És persze Nyugat-Európában piacgazdaság volt, de mivel a futballt üzletnek tekintették, üzleti alapon fejlesztették. Ezért került nagyon komoly orvosi háttér, ezért van minden csapat környékén nagyon komoly játékos megfigyelő hálózat, ezért vannak elemzők, ezért van nagyon komoly marketing és nagyon komoly finanszírozás minden klub mögött. Ezek a cégek multinacionális cégként működnek Nyugat-Európában. Itt volt szerencsénk a Juventus-szal beszélni, a Norwich City-vel, pontosan úgy működnek, mint a multinacionális cégek. Itt Magyarországon talán a Ferencváros az egyetlen, még a Videótonban látjuk jeleit, de a Ferencváros az egyetlen, aki próbál multinacionális cégként működni ezen a piacon. És persze ez az olló, ez rettenetesen kinyílt, mert azt érdemes tudni önöknek, hogy miközben Európában versenyben voltunk, a mostani költségvetése úgy néz ki a Chelsea-nek, a Barcelonának, hogy 500 millió eurós költségvetésekkel mennek. A Ferencváros költségvetése 9 millió euró. A nagy kérdés, el kell dönteni, hogy hagyjuk-e tovább nyílni, ez az olló mindig nyílni fog. Mert ők mindig több pénz, és a sok pénzükből még többet tudnak csinálni, és mindig le fognak minket nyomni. Az a kérdés, hogy mi ezt hagyjuk-e. Hogy hagyjuk elfutni a fejünk fölött egyébként ezt a világot, vagy megpróbálunk elsőként talán odáig eljutni, hogy az olló ne nyíljon tovább, és aztán utána ezen csökkent. Azt nem tudom, hogy valaha sikerül-e utolérni őket, de hogy csökkenteni érdemes, azt gondolom, hogy igen. A második ok, ami miatt érdemes fejleszteni, hogy csak így lehet idehozni, és így lehet megtartani
megtartani sportolókat, meg szakembereket. Tehát azt ne gondolja senki, hogy játékos edzőt vagy szakembert ide lehetett volna hozni, hogy egy Elek Gábort meg tudnánk tartani. A válogatott felől most volt egy megkeresés, hogy esetleg ő legyen a szövetségi kapitány. Hogy ne gondolják azt, hogy egy Gerendás Varga párost itt tudnánk tartani, ne gondolják azt, hogy mondjuk egy Penyát itt tudnánk tartani, spanyol válogatott kézilabdát itt tudnánk tartani. Hogy ne gondolják azt, hogy egy Roland Rámát vagy egy Ramírezt ide tudnánk igazolni, vagy ne gondolják azt, hogy egy Thomas Doll itt maradna, pedig Németországból vannak megkeresései. És olyan biztosan mondja, hogy nem, ő nagyon jól érzi itt magát. Hogy egyébként ebben a klubban, ebben a családias környezetben, egyébként ebben az infrastruktúrában ő köszöni jól van. És ne gondolják azt, hogy mondjuk a Szántölcsi bácsi az készséggel állt volna a rendelkezésünkre. Hiába a Kokó jó barátom, és Öcsi bácsival tényleg igazi jó barátok, de ne gondolják azt, hogy könnyű lett volna idehozni, hogyha egyébként nem látta volna azt bennünk, hogy bennünk van profizmusra való hajlam. És ugyanígy van Orosz Andival, meg a Bernhard Karcsival. A Bernhard Karcsi, Andit nem kell bemutatni senkinek, a Karcsi pedig, ha jól emlékszem, akkor Norvégiában vagy Dániában volt évedzője, ami egy kiemelkedő dolog. Most azt is érdemes tudni, hogy a mi sikereinkben mi vagyunk érdekeltek, csak mi. Tehát rajtunk kívül érdekelt dolog nincsen, és majd fogok is erről példákat mondani, mert a mi felkészültségünkről és a mi munkánkról kevesen fognak majd elismerően nyilatkozni. Megmutatkozott ez a nagyon jó példa, hogy az idei évben is egy honlap felkérésére megszavaztatták a klub tulajdonosokat és klubvezetőket, hogy ki az év játékosa, ki az év felfedezettje, ki az év szakvezetője, és ki az év edzője. És ebben a dologban nagyon szép sikereket értünk el szinte minden kategóriában, egy kivétellel, hogy Thomas Doll nem lett az év edzője Magyarországon, hanem a Paks vezetőedzőjét választották az év edzőjének. Azt a csapatnak az vezetőedzőjét, akit mi 5-0-ra vágtunk haza. És azt a szakvezetőt választották az év edzőjének, akik most negyedikek a bajnokságban. És kevés volt az, hogy a Ferencváros, vagy talán az egész magyar labdarúgás második leghosszabb veretlenségi sorozatát produkáltuk. Kevés volt az, hogy 3 darab kupát nyertünk az idén, és egy bajnoki ezüstöt. Kevés volt az, hogy 18 ponttal vezetjük a magyar labdarúgó bajnokságot. Kevés volt az, hogy az évjátékosa a miénk. Kevés volt az, hogy az év felfedezetje a miénk. Hogy kevés volt az is, hogy a Thomas, bár ritkán fordult elő, hogy elvesztettünk egy meccset, de ezt figyeljék meg, minden nyilatkozatát példamutatóan úgy kezdi, hogy gratulál az ellenfélnek, és azt mondja, hogy jobbak voltak, mert megérték a meccset. Ez kevés volt Magyarországon, hogy valaki az év edzője legyen. Hogy mi a megoldás, hogy elismerjenek minket, az a helyzet, hogy még többet kell dolgozni, és még alázatosabban kell, nem kell felháborodni ezen, még alázatosabban kell ezt a munkánkat elvégezni. És mindenki várja a labdarúgásban, mert ez talán a legnagyobb érdeklődésre, labdarúgás, női kézilabda, a legnagyobb érdeklődésre számottevő sportág. És mindenki azt gondolja, hogy majd hogy a nemzetközi szereplésben mi most majd oda tesszük magunkat, és biztosan gondolja, hogy majd a nemzetközi kupába oda tudunk kerülni. Kérem, higgyék el, hogy ehhez csoda kell. Fogok mondani most néhány számot. Kikerestük a kollégáinkkal, hogy a Bajnokok Ligájának a főtábláján kik a legkisebb költségvetésű csapatok. A Fradi az durván 2,7 milliárd forintból megy. A Malmö az 3,6 milliárd forintból működik. A második legkisebb költségvetésű csapat az a Bate Borisov, ők 4,8 milliárd forintból mennek. Ez azt jelenti, hogy a második legkisebb költségvetésű csapat dupla költségvetéssel megy már, mint a Ferencváros, és aztán a Dinamo Zágreb, ami itt van a közelben, és aki, azt nem mondom, hogy a legjobb eredményt nyújtotta most a csoportkörök során, ők 13,4 milliárd forintból mennek, tehát az ő költségvetésük az barátok közt is négyszerese a Ferencváros költségvetésének. Az a helyzet, hogy nagy csoda kell hozzá, de hát ezért vagyunk fradisták. Mert azt gondoljuk, hogy a pénz nem minden, hogy nekünk nagyobb szívünk, nagyobb jobb ötleteink és nagyobb kitartásunk, nagyobb összetartásunk van ezekhez a sikerekhez. És én őszintén hiszek benne, nem a PR mondja, hogy nekünk előbb-utóbb a nemzetközi kupába be kell kerülni. És ha mi oda be tudunk kerülni, ott nagyon sok pénzt lehet keresni egy bajnokok ligájában,
olyan körülbelül a főtáblára kerülésért az éves költségvetésünknek majdnem a dupláját kapnánk, 4 milliárd forintot lehet kapni. És ha azt az évet jól meg tudjuk fogni, és ott nagyon meg tudjuk erősíteni magunkat, akkor onnantól kezdve a Ferencváros, biztosan tudom, hogyha nem követünk el ordas nagy hibákat, akkor a Ferencváros minden évben a nemzetközi kupába fog szerepelni, és akkor visszakerültünk oda, ahová vágytunk. Én ehhez a munkához szeretnék önöknek sok kitartást, én hálásan köszönöm mindegyiküknek a személyes támogatását is, sok kitartást szeretnék kívánni hozzá, Isten áldja önöket, Isten áldja a Ferencvárost. Remélem, tanúságos, érdekes volt a mai adásunk. Jövő héten Takács Tiborral várjuk önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm Építészeti és Épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris Konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta Általános Építőipari Kft., az Ibül Tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG Kábelkereskedelmi Kft.